A hatodik érzék a tudomány jelmondattal szervezték meg a kutatók éjszakáját Újvidéken. A résztvevők olyan kísérletekre fektették a hangsúlyt, amelyek próbára teszik, vagy éppen megtévesztik az érzékszerveinket. Nagyon komplikált egy ilyen experimentumokat megcsinálni a gyerekeknek, hogy érdekesek is legyenek, és hogy bemutassuk azt, amivel mi foglalkozunk. De mink már megszoktuk ezt. Mink 2010-től mióta van a kutatósok éjszakája Újvidéken, részt veszünk, az mellett a fesztiválnáokén is rendszeresen részt veszünk, úgyhogy már van sok tapasztalatunk ezzel, és ez nekünk könnyen, mert az mellett, hogy csináljuk, mi nagyon szeressük ezt, amit csinálunk. Legjobban azt tetszett, hogy kaptam egy könyvet, amely a Siket Néma jelbeszédről szól. Tetszik a rendezvény, a történelem tanárnő hívta fel rá a figyelmünket. Nagyon jó volt az a tej, ami ugráz, ilyet még sohasem láttam. A kutatók éjszakája 2005 óta létezik Európa szerte, mi 2010-ben csatlakoztunk. A lényege, hogy több országban és városban egyidejűleg szervezik meg a tudományos, szórakoztató és tájékoztató jellegű rendezvényeket. Tegnap este a szabadkaiak a városközpontban interaktív kísérleteken, bemutatókon és műhelymunkákon az emberi érzékszervek szerepével ismerkedhettek meg a tudomány és a művészet által. A rendezvényen a szabadkai általános és középiskolák mutatkoztak be. Lubencső, aminek az egyik oldalára ilyen hangforrás kötöttünk, a másik oldalra pedig gázhoz hozzá lett kötve, és meggyújtottuk a gázt, és az a zenére, a hangforrásra elkezdett ilyen az a formákat vagy kialakítani, igen. És hát ennek a jellegzetessége az, hogy sok helyen használjuk. Például nálunk az iskolában a tornatermet is ilyen hasonló rubencsővel fűtik. Ez éppen a nem newtoni fluid. Na, ez egy olyan folyadék, ami erő hatására megszilárdul. Kukorica, keményítő meg víz. Egy aránylik a kettő keverékben vannak összeállítva, és erővel hatunk, akkor kemény lesz hangszóron egy ennyivel érdekesebb. A kutatók éjszakája az egyik legnagyobb szórakoztató és edukatív rendezvény, amelyen a tudományt népszerűsítik. És mint olyan, nagy szerepe van a város, a tartomány és az egész ország számára. Zenta első ízben csatlakozott a Kutatók Éjszakája program sorozatához, amelynek keretében a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárai és diákjai a Művelődési Ház kiállítási termében figyelemfelkeltő bemutatókkal és látványos kísérletekkel várták az érdeklődőket. Egyetemekkel tartunk kapcsolatokat, velük közös kutatási projekteket végzünk, és hát ezért éreztük úgy, hogy talán ránk hárul a feladat, hogy első alkalommal Zentán megszervezzük a kutatók éjszakáját. A rendezvény a diákok számára is nagy jelentőséggel bírt, hiszen új ismeretekkel és maradandó élményekkel is gazdagodhattak. A matematikának is megnézhetjük azt az oldalát, ami érdekes, például a hexaflexagonokat, a hexahexagonokat, bármit elkészíthetünk. A robotikát is megismerhetjük közelebbről, hogy nem is olyan nehéz és bonyolult, amilyennek gondoljuk, és máshol nem játszhatunk ennyit folyékony nitrogénnel. Szerintem ez egy nagyon jó dolog arra, hogy a fiatalabbak is megismerkedhessenek a tudományokkal, hogy mennyire érdekes dolgok is vannak különböző kutatási területeken, és hogy esetleg a jövőbe a pályaválasztásban segítse őket. A szervezők abban bíznak, hogy a Kutatók Éjszakája program sorozat keretében megszervezett rendezvény, amelynek támogatói a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Nemzeti Tanács voltak, jelentős mértékben hozzájárulhat majd a tudományok, ezen belül elsősorban a természettudományok népszerűsítéséhez.